Szörbusztok, minikék! Az van, hogy úgy alakult a minden, hogy igen, ezt átrakom ide, hogy ne szóljon bele a mindenbe. Oké, így. Na, szóval a következő van, és szia mindenkinek! Szóval az van, hogy 1872-ben játszottam utoljára WoW-ot kb. Amikor kijött a klasszik, és itt látszik, hogy a Minike nevű paladinomat elvittem kb. 41-es szintig. Ugyanis én tényleg az a fajta WoW-os csávó vagyok, aki... Igen, én mindig allisat játszom, bocsánat, nem vagyok hordás. Egyszerűen nem szeretem azokat a helyszíneket, annyira nem szeretek ott föllevelelni. Sokkal jobban szeretem az allis... nem is az alis karaktereket, inkább az alis helyszíneket. Felháborító vagyok, tudom. És az van, tudom, minden igazi vovos az hordaszívű, tudom, hát én meg nem. Én az összes játékban, és már a kovbolyos indiános játékokban, amit 5 évesen játszottunk, abban is azért voltam, abban is a jó indián voltam. Ne tagadják ki, drága Arna, olyan, majd leszek gonosz allis karakterrel, mit szólsz. Viszont az van, hogy most teljesen nulláról szeretnék felhúzni egy karaktert. Éppen ez a minikét hagyom békén, és kreálok egy karaktert. És ugyanis igazából az van, hogy én szeretném megtanulni megint a WoW-ot, mert borzalmasan elfelejtettem mindent. És szeretném úgy várni a Burning Crusade-et, hogy mondjuk értek a dologhoz legalább egy picit. Szóval, most azon törpölök, hogy mégis milyen karaktert indítsak. Mondom, nem fogok hordát, mert nem... Az első karakterem egy Alice BM Hunter volt, de ezt itt aki jól van. Annyi, hogy én majd ezért mindenképpen, hogyha bejön a Burning Crusade, akkor mi a kék szar, akik lezvontak közül, ha jóval, Jézusom, Draenei, ez az. Mindenképpen Draeneit szeretnék indítani, nem tudom miért, mert tetszenek, ennyire egyszerű. Most pedig azon gondolkozom, hogy mondjuk esetleg kezdhetnék Night Elf-el. Lemaradtam, mióta jók az allisok. Jó. Figyelj, hordások ronda területen kezdenek. Rondák az orkok, rondák az undeadek. Izével ilyen tülkös állattal, minek játszak, azt inkább eszem. Érted? Na. Szóval azon törpölök, hogy milyen karaktert indítsak. Tehát ugye Humane, Dwarf, Night Elf vagy Gnome, hát nem tudom, sose játszottam Dwarf-al és Gnome-mal, most se szeretnék. Azt mondja, hogy én is hordáztam, hónap mindenkit leigáznak, Gnome-ok hagyjuk, törpék, xenofóbok, Night Elfek már legalább egyszer felrobbantották a saját civilizációkat, Draenei mindenki látja az Alien, ezzel szemben az orkok, a vikingek, a trollokat majdnem kiirtották, de az orkok felkövetek őket, az undeadek a saját elnyomásuk ellen küzdve kivívták a szabadságot, Tarranak gyakorlatilag hippik, Blood Elfek pedig alternatív erőforrások után kutatnak. Csodálatos. Na igen, szóval azon gondolkoztam, hogy egy Night Elf csajt kéne indítani. Általában egyébként azért játszom csajjal, ugye mi tudjuk ezt a jó kis dumát, hogy ha már egyszer valaki megy előttünk órákon, napokon, heteken keresztül, akkor mondjuk inkább egy csajsegget bámuljunk, még ha oly szögletes is, mint egy férfi segget. Na, tehát ezzel most megvoltunk, harcost már játszottam, Huntert nagyon-nagyon régen játszottam, de nem emlékszem, rugót sose emlékszem, hogy játszottam volna. Priestet never ever játszottam, és van a druid. Druidot soha az életben nem játszottam druidot, de rohadt kíváncsi vagyok a druidra. Szóval még az is lehet, nem tudom, most nagyon törpölök azon, hogy mert a harcos az egy olyan megyek, ütök, kész. Olyat már játszottam sokat, legyen druid? Nem tudom, most először egy kicsit így
baszkodok itt a kinézettel, aztán akkor... Teljesen értelekedem. Jaj, de kis csúnya leszel. Jó, az itt tök jó. Mondanám, hogy sámán, de hát igen. Majd a BC-ben. Hairstyle. Milyen hajod van most? Ilyen. Ez nem rossz. Hát a Dudu is Hantinak jó a legjobb. Hát akkor egy Dudut megjátszunk. Na, azt mondja, hogy hair color. Nekem az is tetszik. Markings. Aha. Ez így még szép is. Na, mi legyen a neve? Mi legyen a neve? Igen, új emóták vannak, lehet újakat emótázgatni. Na, mi legyen a neve? Mert mit tudom, hogy lehetne bármi, tehát lehetne, mit tudom én. Ó, nem fél ki az, hogy Dr. Majomfalvi Irén. Druinda? A tőkéz az majdnem kék. A majdnem kék hajulány. Na, ez lesz a neve. Türk íz, kérlek szépen. Ezt elfogadja vajon ezekkel a hosszú karakterekkel? Ne, senki nem fogja tudni megszólítani, ez nem jó. Pasolyok 16 címben látok, baraszk az gyümölcs, hogy fogalmazni, mi az a májvasz kék. Igen, az ekrű. Én az ekrűtől kapok hülyét, az gyakorlatilag a piszkos, ilyen piszkos sárgás fehér, és az nem piszkos sárgás, ez ekrű. My ass. Na, hát mit tudom én... Füles bagoly? Nem baholy. Tessék. Így, füles bagoly. Tojás és szín, enyhe gyapot árnyalatta, Jézusom. Tessék, füles kobagoi. Ez lesz a neve. Kész. És akkor elindulunk, mint a szélvész. Na, hát. Fú. Biff. Nagyon rég kezdtem már ez a Night Elf területen. Borzalmasan régen. Szóval semmire nem fog emlékezni. Még jobban, mint hogyha mondjuk ez a ott Stormwind környékén kezdenék, mert arra még úgy, ahogy emlékszem. Szóval ez, gyerekek, olyan bénázás lesz. Olyan szintű bénázás lesz, hogy az annyi kegyetlen. Viszont laknék ilyen helyen. Tehát ezt imádnám. Ez gyakorlatilag Kanada csak pink izével, szűrővel. Pink Anada, igen. Pink Anada. Rattul nem is emlékszem a környékre, úgy a térképre, meg semmire egyáltalán. Szóval most kb. Úgy fogok ebben most belemászni, mint hogyha most lenne 2000, nem tudom, 3-4, nem tudom, és most láttam először a dolgot kb. Nem tudom, hogy melyik spellek a legjobbak, nem tudom, hogy milyen irányba kell fejlődni, semmit nem tudok. De... Arra emlékszem, hogy van valami magas fanyol, fel kell mászni, és leesen nem a vízbe, akkor meghalsz. Az ez. Ez mekkora ötlet volt, de most miattad visszacsúszunk a WoW-ra, a teiben lesz. Én is most azt mondtam, hogy... Most csak annyira megyek vissza, hogy föltápoljak valamennyire egy karaktert, és emlékezzek arra, hogy mit kell csinálni. És utána
le is állítom ezt a dolgot, és meg fogom várni azt, hogy értelemszerűen elinduljon a Burning Crusade. Na majd akkor. Profi borkosta vagyok, egyszer majdnem meg is vetekedtem, amikor a menő helyen száraz bort kérsz, és az ötödiket szólod le, még azt mondod a tulajnak, hogy az ott a baj, hogy az összes nedves volt az az... na, hát itten vagyunk. Úristen, de jó nekünk. Egyébként, úristen profi borkostoló, kíváncsi vagyok, mit szólsz a kedvenc boraimhoz. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a... Mencs! Szóval én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a... az Észak-Balatoni, főleg a Káli medencei borokat, tehát például ilyen Pálfi, Istvándi, ilyesmik, és ezeket az ilyen nagyon friss, nagyon nyári ízű fehér borokat. Nem tudom, hogy ehhez mit szólsz, tehát hogy ez mennyire commerce, nem commerce, ilyesmi. Na, hát akkor... Na, mit csinálnak ezek a ízek? Wrath! Staff! Oda csaptam neki. Ez healing touch, az nem kell magamnak healing. Na, csapjál oda. Inkább ez a három puttóros asszú, igen. Na. Jó, tehát ahogy nézem, akkor ez itten. Ez nature damage-et csinál, jó, oké. Okay. És ez pedig heal-el. Jó, most már ezt is tudjuk. Jó van. Ott is van valami feladat, azt is fölvesszük, hogy mindent egyszerre tudjunk csinálni. Plüpp. Tarantellát meg kell keresni. Vagy mi a halál. Oké, az ott van. Miért nem tud sztréffeles közben ugorni? Ez fasság. És szia mindenkinek, aki azóta érkezett. Ó! Őszpopiú kislány! Felmos! De én már felmostam! Na, akkor most figyelj, azt oda csapjuk. És rezisztálta az állatja. Na de ezt már nem. Stügy, na, üssed már meg. Ides borokat nem szeretem, karácsony körül vettem egy 5 puttól és asszúból készült sört, az olyan csoda volt, a félretező cukor még. Várj, asszúból készült sört? Az fura, az hogy? Ja, Istenem, ne csalódjál bennem, de köszönöm szépen a csírt ennek ellenére. Ez egy csodálatos dolog. Sosem voltam hordás, bocsánat. És tényleg nem ilyen elvi okokból, hanem igazából... Várjál, van itt valami. És mivel nyitom meg ezt a szart, igen. Ezt fölvesszük ide. Jaj, nem tudom fölvenni. Ettől kaptam mindig hülyét. Ugye a nem tudom milyen karakter nem használhat, nem tudom milyen izét. Nem használhat fémet, meg kicsit ilyen túl vannak pörögve. És gondolj bele, hogy mit, én zenész vagyok, és akkor azt mondják, hogy én nem vehetnék, nem tudom... én nem is tudom... öltönyt, mert a zenész az nem jár. Vagy zenésznek nem jár. Mondjuk nem is akarnék öltönyt, mert gyűlölöm az öltönyt. Tokai aszús hordóban élelt sör 3 évig, és még raktak aszús. Ez érdekes. Ilyet keresnék, hogy ezt megkóstoljam, mert... én sem vagyok édesbor hívő, bár az is tény, hogy az aszút azt viszont szeretem, de az azért mondjuk egy... tehát ugye inkább arról szól ez a dolog, hogy az ugye egy ilyen... Tehát az ilyen édesség, az olyan, mint csokit enni. Míg mondjuk egy
finom, száraz, friss bort inni, az meg ívás, tehát az tényleg szó miatt olt meg dolgok. De például éppen ezen nagyon szeretem a görög mazsolabort, a Mavrodafnit. Na, ilyet már hordhatok, csókolom, ilyet. Várjál, azt mondja, hogy ez 3 armor. Ezek 31, na akkor ezt most fölvesszük. Így van. Dolgok, amikor még örülünk annak, hogy ilyen mindenféle izé nélküli, szín nélküli szarokat is fölvehetünk, és az jó nekünk. Ja, ezek a hangok. Go in peace. Na, menjünk vissza még így ölni. Ilyen dolgokat. Meg valami más dolgokat is. Ja, az, annál van a felmos. Jaj! Nekem gyűjt. Azt hittem, hogy az nem agrózik egyáltalán. Viszont hátrébb megyek, mert az a felmosó vödör az jön közelebb. Gondolom kettőt még nem tudok kinyomni együtt. Közben nyugodtan, akik tapasztalt wolfhead-ek, azok nyugodtan adhatnak tanácsot bármiben, mert tényleg semmire nem emlékszem. Tehát konkrétan billentyű kombinációkra nem emlékszem. Az, hogy a bag volt a B, az oké. Okay. De... Na, jó van, itt ezt a szart. Megtámadjuk a szart. Na, gyere ide. Mennyi korogjál? Állítsam az autó lootot. De hát akkor fölveszek mindenféle szart, nem? Ó, micsoda a fejlődés. De a shifter rányomok akkor egyébként is autó lootol, nem? Niki jó lett, szia. Persze azt állod, igen. Nameplate is jól jöhet. Na jó. Mindjárt csak most ölök. A ölés az jó dolog. Jaj, hamarabb odaér, mielőtt a másodikat megkapná. Jaj, Istenem, ne legyetek már ennyire izék, de Alli ellen. Alli ellenesek. Gondolom, akkor azt a rohadt csizmát se tudom fölvenni. Jó van, kell ebből, mennyi kell ebből még? Még kell ebből. Kettő. Jó van, akkor gyere ide. Splöt. Na, erre még rá tudok egyet eregetni. Jó, üsd meg! Üsd! Ez az, mind a állat. Jó van. Ú, ott van valami háti lószar. Jó van, azt is fölvettük. Jó, az meg valami quest item. Oké, jó, azt majd megcsináljuk. Te mi vagy? Semmi? Jó. Na. És oda csap, hol sanyargatni lát. Ez az. Jól van. Na. Akkor ezt leadom. Ó, random álkoha jó bölcsesség. Várjál, ez mindjárt iszom valamit, hogy megfelelő hangulatba kerüljek. És az iszom valamit, means light cola, mert most az van kéznél. Nos, hát akkor kérlek szépen, tehát No More Café 92 kérésére random álkoha jó bölcsesség, ráadásul versbe fogom ágyazni. Azért nem mennek a Night Elfek nőnek, azért nem mennek a Night Elfek vőnek, mert nem jók másra a lagzin, csak elfek vőnek. Ezt tudtam így hirtelen. Hümmögő faszinkron, az nincs meg, de... Isnuala. Ezt gyanítom, hogy egyiket se tudom, ezt talán föl tudom venni, igaz? Na. Jó, oké.
És még egy adag valamit ki kell nyírni, igen. Oké, akkor ezt gondolom föl tudom venni, igen. Ezt most elolvasom. Druid Trainer, jó, és akkor majd menjek el oda. Viszont még elmegyek a másik questhez, amit itt adagolnak a valahol, a térkép szerint. Itten vár egy questés, nem lesz értékvesztés. Szerbusz. Iverront meg kell találni a kévben északra, jól van. És leadjuk a másikat bizony. Ja, és ez fönn van valahol a francba, mi? Igen. Jó, menjünk föl. Vagy mégsem fönt van? Stopp. Ja, mert itt kívül kell menni, igaz? Ja. Ez az, ahol így rohangászni kell a fa körül. Ja nem, ott kell fölmenni. I see! De rohadt lassan trotyogsz. Trotyogjál már gyorsabban. Jól van. Mégsem? Nem ide jöttünk, épület oldalánál van. Jól van. Futunk oda. Igen. Közben rájöttem, hogy mi idegesített mindig a WoW-nál az, hogy össze-vissza kell rohangászni. Nem ám az van, hogy megcsáltam valamit, akkor így örülünk, meg dolgok. Nem, mászkálunk, mint a hülye. És világ egyik oldalán fölvesszük a questet, és aztán a másik oldalán leadjuk. Akkor gyanítom, hogy itt van fönt, igaz? Adjad le a questedet. Igen, a repülés, az jó volt. Itt is, hogy vártuk, basszus? Itt aztán ráadásul még csak 40-től lehet izélni, nem? Sima hátas mountot. Mégis itt vagy. Isten, nem akartam elrontani a napodat. Igen, ezt odaadtam. Jól van. Te leszel a mentorom. De én csaj vagyok, akkor legyél mentorom, légy szíves, jó? Seek training, ez a druid. Mark of the Wild. Armort erősít a friendly targeten. Hát az marha jó lesz nekem. Mindegy. És... aha, és kéne itt sok-sok ezüst, hogy ezeket mind megtanuljam. Neked nem tudok eladni semmit? Nem. Ah, szar vagy. Druidának jó, mert húztoljanak a travel formok. Az igaz? Igen. Az legalább jó. Na, akkor el kell adnom dolgokat mindenféle hülyének, hogy aztán akkor tudjak venni képességeket. Szerbusz arc, bárki is vagy, és bármiért is vagy itt. Ja, ez mi? Aha, ilyen felmosszokat összükem. Klasszikon, hát úgy van a Forever Trial, hogy ahhoz kell, hogy legyen előfizetésed, hogy a klasszikon is tudjál játszani sajnos. Splött. Na. Csapd meg. Bizony. Bizony, ez itt egy vöv. Ezer éve nem játszottam, és a Burning Crusade-re készülve meg akarok tanulni mindent megint. És tényleg semmire nem emlékszem, tehát itt most bénázás látható. Igazi, hamisítatlan bénázás. És szia, Kajica 11. Üsd már le, hát nem igaz, hogy ilyen lassú vagy. Na, jó van, felmos. Ez annyira vicces, felmos. Na, kérem szépen. Akkor itt most
Hentelünk, mint szar. Aha, ilyet is le kell csapni. Jó van. Gyere ide, ne menjél el! Normál WoW-val játszom, gondolod valamikor csapatadnak azt is. Normál WoW-ot 1000 éve nem játszottam, és az utolsó kieg, amivel játszottam, az a pandás volt. És éppen azért a pandáson fölfele azt hiszem, hogy meg sincs. Tehát nem vettem meg a további kiegészítőket, de meg lehet próbálni, csak na abban még bénám lennék, mert már vannak a petek, meg a mit tudom én, már semmire nem emlékszem, hogy mik vannak abban. Na, együnk ómát. A pandával se egyszerűen. Érdekes, én amikor bejött a pandarenes cucc, akkor azt mondtam, hogy jó, az nagyon gáz, és azért az cukimukiság, meg minden, és valahogy ilyen tényleg ilyen erőltetettnek tartottam. Viszont közben meg az volt, hogy indítottam egy panda sámánt talán, és iszonyatosan jó, tehát nagyon-nagyon hangulatos volt. Borzalmasan hangulatos volt, és rá kellett jönnöm, hogy bizony néha az előítéletek ellenére olyan dolgok, amiket nem gondoltam jónak, azok, de jók. Na, sabd meg! Panda Death Knight! Fura. Valószínűleg fura. Őzik-e? Megnézi, hogy a BZ győzik-e. Tough jerky, az nagyon jó, azt meg tudom enni. Na kérem. Ezt, na, az messze van. Gyere, ja, ne, de ide gyere. Csapkodjad! Kiss Psycho Panda. Oh god. Ajaj! Lehetségesen nagyon csúnyán meg fogok verődni. Nem, jó van. Épp hogy nem. Na, egyé almát. Alma finom. Reggel alma, este alma. Ettől nő a keblet halma, mint tudjuk. Na. Lehetséges, hogy majd így dolgokat el kéne adogatni. Legyen pénzem mindenfélére. Bevallom őszintén, voltam régen Taurin. Viszont össze-vissza bugos volt. És ráadásul olyan kevesen is voltak rajta. Szóval éppen ezért úgy voltam benne, hogy valahogy nem tartottam ki a taurizás mellett. Na, fejlődjé meg. Üt a botjával. De vajon mi van a vak botján? Na, jó van, mindjárt szintlépés van. Ez az. Füles bagoly. Fejlődését az odabasz.hu támogatja. Gbence05, köszönöm szépen a követést. Jó. Ott van valahol fönt valami quest, azt még, vagy amit le kell adni. A good friend. Adjuk a good friendet.
Ott is van egy ilyen szar. Ez azért mondjuk nem ártana, hogyha visszamenne algészségünk 100%-ra. Too far away from me. Just too far away from me. Üt! Üt, oda basz! Jaj, ott van valami pók, azt nem akarom. Gyűlölöm a pókokat. És megyek, nem szeret. Tehát én még játékban se szeretem a pókokat. És általában azok, akik az égvilágon nem adnak semmit se. Na. Van már három vagy négy felmosásunk is, ez csodálatos. Pók, ne gyere nekem, nem szeretem. Ott is egy. Jaj, mindegy, ez most már itt van. Jó van, gyere ide. Utálom. Blech, pók, blech. Csak a Shadowlands-et kell megvenni? Jól van, hát akkor... Meg a másik az, hogy én iszonyatosan lemaradtam a lore-ból. Nagyon-nagyon erősen lemaradtam a lore-ból. Tehát én sose úgy játszottam, hogy engem érdekelt annyira, hogy mit tudom én... Jaina Proudmoore és mit tudom én kicsoda mit csinál. Hanem tényleg ezt úgy vettem, hogy én itt beleszületek egy világba, és aztán akkor ebben a világban dolgokat csinálok. Jaj, fullos az inventóriám. Viszont ezt a Hearthstone-t ezt mindig ide raktam. Így ez most jó lesz. Jó. Hát figyelj, egyébként megcsináljuk azt, hogy majd egyszer így a közeljövőbe fogom magam és vásárolok egy Shadowlands-t, és aztán akkor... és aztán akkor megpróbáljuk a nagy vovot. Bejössz Discordra, aztán akkor... de nagyjából ennyit érzek én is ebből a dologból, igen. Jaj, be vagyok poisonálva. Ja igen, nem tudom fölvenni az icorját, mert full az inventóriám. Ez kellemetlen. Remélem ez most elvesz tőlem valamit, és akkor lesz az inventóriámban. Már úgy tudom, hogy fönn vagy Discordon, de hogy értetted, hogy akkor majd ott beszélgetünk meg dolgok közben. Igen. Igen. Jó, most elvette, nem, itt, jó. Na, akkor valamit el kell adnom itten most már, mert... Hol vagyok? Ott vagyok. Jó van. Visszamegyek emberek közé. Overcooked-ozhatunk is egyébként majd, csak közben annyi minden történt. Lich King Story volt a legjobb. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon szerettem ott annak az északi területnek a zenéjét. Voltak azok a részek, amik viszont tényleg ilyen nagyon-nagyon Kanadára hajaztak, ugye ezek a az ilyen ilyen fenyőerdős részek. És ott ugye egy picit tényleg ilyen western-szerű izék voltak, zenék voltak, persze iszonyatosan meg bonyolít, vagy bolondítva ugye az ilyen fantasy settingekkel, és azokat nagyon szerettem. Klasszikra esetleg engem is általán beszélni, de volt közben elválok a feleségem, de nem is feladom, ez egy jó érdek, szűrződik mindenki délni, nem. Hát igen. Nem, ott nem, tehát mondom, a DLC-knél is marhára nem érdekelt a lore, hanem az, hogy vannak olyan új területek, amik baromi jók. És én nagyon szerettem azt az északi részt. Szevasz. Jó, ilyet is gyűjtünk. Venni nem veszel tőlem semmit? Nem. Oké, okay, kell keresnem valakit, aki vásárol dolgokat. Delnadris. Igen, ez most egy Night Elf druid. Na, valaki legyen, aki vásárol BZ-től dolgokat. Jó. Na, Leather Armor Merchant, tessék. Na. Vedd meg tőlem ezt a szart, mert ezt úgysem.
Akkor igen, ezeket is vedd meg tőlem. Ezt nem, ezt megeszem. Ezt is vedd meg, ezt is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt mindent vegyél meg. Jól van. És akkor azt hiszem, hogy így ennyi, mert azok meg questitemek. Ja, és rakjál helyre, jó. 1.53, akkor valami, hogy hívják ott, valami mágikot össze tudok szedni az izétől a... az arctól fönt, igaz? Igen. Itt ki tudok menni, mindig próbáltam ilyen izei rövidebb utakat keresni, mert tököm akart rohangászni állandóan. Na, az is ad valamit. Na, azt mondja, hogy... Meg igazából egyébként az, hogy én most elkezdtem itt vovozni és még közvetíteni is, az egy annyira teljesen ilyen hirtelen dolog volt, mert annyi, hogy megcsináltam a délelőtti munkáimat, és amit délelőttre terveztem, annak a... tehát ahhoz kellett volna egy olyan szerver, ami most éppen lehalt. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor most annak semmi értelme, hogy csak így azért üljek, azt bámuljak előre. És hát éppen azért akkor ez lett. Na, tanítsál meg valamire, jó? Azt mondja, semmire nem tudsz megtanítani, de hát nem az volt, hogy... De, ja, hogy ez 4-es szint... és ezért följöttem, cseszd meg. Jó, van, akkor ne tanítsál, semmire nem érdekel. Szarom le, mit mondasz, majd ütöm izével, faággal a népeket, ez kész. Na, meg iszom light kólát. Rel 761, szia! Valami gombákat is kell szednem most már közben. Nagy gomba vagyok, hogy fogom ezt megcsinálni. Itt pedig azt mondta, hogy van valami gombam. De nincs. Jó. Majd akkor szedünk, ha lesz. És ott vannak arra. Jó. Jácint gomba. Itt a gomba! Na, vegyed fő! Gomba! Gomba! Ilyen nekem kell, ugye, ilyen állat még, igen. Na, pif! Üssed már, mint a szélvész, ne parrizzál itt nekem. Na. Jó is lehet gamer csajjal. Ez legyen az egyetlen, ami hiányzik a úgymond házasságomból. Merre megyek és mit csinálok? Arra nem, oldalra megyek, igen, ott vannak dolgok. Jó, hogy azok nem is bántanak, jó van. Szia, train! I'm on a night train! I'm on a night train! Never to return! Jól vagyok, semmi probléma. Na, itt vannak ilyen dolgok, amiket föl kell venni valahol, azt mondja. Ott is van gonba. Ó, tessék, gonba. Lehetne a subhang? Ne legyen. Jó, itt is van. Gomba. Gomba. Jó, basznak, tényleg nem vagyok normális ma. Itt van még bármi is.
Nem, de szeretek mászkálni, ennyi. Tényleg emlékszem, amikor először vovoztam, akkor is jóval később kezdtem el, mint a többiek, így a Cimbora társaságban, és mindig arra mentem valahogy, hogy ezért, hogy hát így kb. Nézelődök, meg tetszik a táj, meg tényleg az, hogy ezért, hogy tök szép, meg érdekes, meg minden. Igen, igen, látom a minimapot, igen, 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 csak attól még megnézem, meddig lehet mászni. Például ugye itt még nem lehet fölmenni. Ó, Dzsubatka, szia! Jöttetek nézni, hogy a BZ bénázik a már nem emlékezős játékra. Ott is egy gomba. I need gomba. I'm on a gomba! Na, szedjed össze. Most kezdtük teljesen új karakterrel, tehát így az ég egy adta világon semmink nincs. Most még akár erre is foghatom. Pottaster, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a resubot, csodálatos-csodálatos élőlény vagy. Mint mindig. Melyik szerveren tolom? Hű, én erre emlékeznék, várjál. Azt én itt látom valahol. Nem tudom. Majd megnézem, hogyha kilépek, mert már nem emlékszem. Na. Ó, ilyet kell nyírnom. Ja, ennél meg olyan nyavaja van. Jó. Ja, karakterszkin nem látom, na akkor mindjárt megnézem ott. Csak előtte botta megcsapkodom ezt a kis szart. Jaj, nagyon kedves vagy. Stöjtj. Mindjárt állít, ha a karakterképernyőn látszik, akkor... Splöt. Na. Üsd, mint szart. Macska erre azt mondja... Na. Ez az. Na. Szóval a karakterképernyőn látszik. Ó! Van egy... Póchom. A póc az jó, mert azt ugye, hogyha hova adom hozzá a pócot? Jó, így. És föltettem a one bag-et, mert én utálok különböző pócokat nyitogatni. Na, karakterképernyő. És ott látom valahol. Hát meg nem mondom neked. Nem ott. Hanem hol? A karakter választóképernyő, igen. Na várj, akkor itt megállok, és kilogolok, és megnézem neked. Azt mondja, hogy lögőjt, ahol a karakterek vannak. Értem! Értem! És szia mindenkinek, aki közben érkezett. Na, megnézzük, hol vagyok, mert fogalmam sincs. Kérlek szépen, a Hydraxian Waterlords RP-n vagyok. És akkor megyek is oda-vissza. Ah, valami nem tetszik neki, de mindegy. Valamelyik addonnál. Jó. Se baj. Azt mondja, hogy... Mi kell itt még nekem? Mondj, Nightsabereket is kell írtani, meg ilyen szarokat is. Jó van, hát akkor gyere. Büff. Mit használok add-on managementre? Azt hiszem a Cursed. De most kb. Ez is volt, hogy így befrissítettem azt, amit a klasszik megjelenésekor, ami mikor volt másfél éve, akkor használtam, és az... Nagy cicák, miért is bántom én a nagy cicákat?
Nagy cicák ugyanis tök jó fejek. Ne sírjatok, ne sírjatok, a világ szép. Na. Csapkodjad, mint kisfiú a fütyit. Jaj, büfögnöm kell a sok light kolától. Ne rezisztáld, ne rezisztáld itt nekem! Essé, szétdobjál dolgokat! Nekem egy ellenség ne harcoljon. Feküdjön, eldobja a cuccot. Jól áll a szakül? Vagy jól ül a szakál? Ennél általában hosszabb is szokott lenni, csak aztán volt egy ilyen tisztasági borotválkozásom nemrég. És és aztán akkor lassan nől vissza, nőlél. Azt szerettem, hogyha itt alul ilyen jó hosszú, mert az mégiscsak az faszaság. Na. Jó van, mindent megettünk. Na, nagyszerű. Na, egy ilyet akkor mondjuk. Egy mangyot. Aj, túl közel volt, mindegy. Én is szeretem alul ilyen hosszú. Diablo 3. Ez veszélyes. Az őszintét megvalva az első két Diablóval játszottam, és aztán kész. Hármassal sosem. Ne ázzál, nem is esik az eső. Érted? Oké. Ilyen dolgokat még kell nyírnom. Egy-kettőt. Jó helyen is vagyok hozzá. Jó, gyerek! A hátam! Nem masszírozna meg valaki? Igen, Diablót szerettem a... Tehát én egyébként is azért általában single játékokkal szoktam játszani. Forever Alone, ugye? Valahogy, ugye mivel én még azért a nagyon általános net korszak előtt kezdtem el játszani, valahogy nekem nem volt olyan teljesen egyértelmű, vagy olyan egyszerű az, hogy bármilyen játékban elkezdjek multizni. És éppen ezért valahogy... Ennyi volt? Jó van. Ilyet még kell, ilyet még egyet kell nyírnom. Jó van, akkor nyírjad. Na, pif. Puf. Pif. Csá, azt mondja. Oké. Okay. Akkor közben egy gombát kell szedni, ja, meg ilyen szarokat is kell nyírni, mert van náluk felmosás. És így jön! Ja, na, vagyis, most engem meg fognak ölni! Na, mindjárt jó lesz. Mindjárt mindent itt összeszedünk, azt megyünk tovább. Eleje az még ilyen. Kollam! Kollam! Hol a tollam? Tollam! Ha-ha! Na, csap már le, te szerencsétlen. Ez annyira béna vagy. Jó, még egy felmosás kell. Meg egy ilyen boár. Oké. Okay. Csá!
Ott a Bambi. Jó, akkor elmegyünk Gonbáért. Ami még kell. Ja, meg még egy felmosás kell ilyen kis ugráló hülyétől. Na. Gyere ide. Nem, messze van. Gyere, mondom. Gyere ide. Meg ez az ugrálás, ez kész. Kislány a pitypang mezőn úgy ugrál. Na, ez az. Jó van még. Szintet is léptünk, de jó nekünk. Viszont nem dobott felmosást a kis rohadék. Akkor még kell keresni. Ilyen felmosó rongyőt. Mindenesetre ott van egy gondba, azért elmegyünk. Vagy ja nem, olyan gondba már nem kell, már csak felmosás kell. Ó, viszont, ja kell ilyen lilium. Lili! Nini, egy lili! Gyere ide apuhoz, illetve anyuhoz, ha már egyszer ugye nénivel játszom. Itt is van lili. Oké, gyere ide. Jó van. Püty. Na még ezt is. És valami webwood itzhort is össze kell szedni. Bármi is az és bárhol is van, de majd ha mindent mást összeszedünk, akkor már csak azt fog látszani a minimappon. Jó, ez is megvan. És akkor... Igen, felmosás kell még egy. Ahhoz ilyen kis ugráló szar kell. Gremling, vagy mi az anyám. Jó van. Ott ugrál a kis kaka, figyelj! Imp, az... Grelkin. Na, jó van. Figyelj, gyere ide. Ugri-bugris. Aztán legyen nálad felmosás, mert máskülönben fölmoslak. Á. Aki átmond, mondjon B-t is. Na. Ez az, felmosás. Oké. Okay. És akkor itt fönt van Webwood, Itzhor, meg Venom, Sac. Ja, és ahhoz pókokat kell nyírni a rohadt életbe, akiket utálok. Van még egyáltalán helyem? Hát egy kevés, jó van. Na, keressünk akkor pókot. Itt van, tessék. Na, kezeit pókolom. Na, üssed! Aztán kéne venni valami életképes fegyvert, mert ez a bot, ez azért így viszonylag egy erőtlen lófüle. Oké, nagyon örülök. Bugáj, semmit nem adott, köszönjük. Nagyszerű, hogy ilyen teljesen értéktelen fosokkal szemetelitek tele a világot. Jó. Tessék, itt a következő. Gyere ide! Üsd meg a bottal! Bottal üthetem a nyomát! Egyébként igen, Edem, tulajdonképpen igen, de amíg a dolgok változatossága gyönyörködtet, addig igazából nem zavar. Na, valamit fölvettünk, ami talán jobb annál, mint amink van, igaz? Egy 31 armoros valamit vettünk föl, ez tök ugyanaz. Hát gratulálok, akkor ezt nem fogjuk hordani. Viszont van egy glove, ami 4 armor, és azt föl tudjuk venni. Legalább valamire jó, amíg. Új PC konfigert, megmondod, mit tervezel? Hát az, amire pénzem lesz igazából. Sajnos tehát az azért egy jóval nagyobb befektetés. Annál, hogy ez most ilyen 1-2 hónapon belül meglegyen, én attól félek.
Tehát ez most olyasmi lesz, hogy így elrakosgatom majd a pénzt, és aztán amikor meg lesz, tehát amikor lesz elég, akkor megveszem. Hát mindenképpen ugye valami újabb generációs. Na most ugye eleve, tehát bajban vagyok, hogy akkor most AMD vagy Intel. Pár évvel ezelőttig azt mondtam volna, hogy teljesen egyértelműen csak is Intel. De most már annyira jók a legújabb AMD procik, hogy igazából én tökre úgy tudnék működni, hogy akár azokkal. És ugye a legnagyobb bajom az, hogy a grafkártyák most annyira irtózatosan nagyon drágák, hogy hát ugye meg kéne várnom azt, amíg egy kicsit visszajön a piac. Megveszi az összes grafkártyát, az összes rohadék izé. Ja nem, hát mondom, ezért mondom, hogy tehát nekem se az a 300 euró a célom, hanem az, hogy rakosgatok elfele, természetesen saját fizetésekből, meg minden ilyesmiből is, és remélhetőleg kiegészítem itteni esetleges könyöratományokból is. És tényleg úgy vagyok ezzel az egész dologgal, hogy tehát most irtózatosan drágák a grafkártyák, és nagyon haragszom érte ezekre a kurva bányászokra. És... Huha! Ne halljak meg, az rossz. Oké. Okay. Jó, Venomság. Aha, jó, hát most már azt hiszem, hogy viszont csak el kell mennem eladni dolgokat, mert hogy... Hiába vagyok én itten a közelben. Jó. Menjünk akkor eladni és vásárolni, mert ez így nem mehet tovább. Nem lehet ma bányászni a legújabb kártyákkal. Hát valamit azért lehet, mert még mindig az RTX-eket is iszonyatosan veszik a bányászok. Chip hiány is gond, de tehát itt most ugye minden összejött. Összejött az, hogy ugye válság van. Főleg leginkább a gyártási megszállítási gondok miatt, mert hát ugye a koronavírus miatt egy csomó gyárban állt vagy akadozott a gyártás, meg ugye a különböző ilyen határ dolgok miatt nem ment a nemzetközi szállítás sem. Használok-e amúgy Quest Helpert? Valami föl van rakva, szem Questy vagy ilyesmi, de hát egyelőre most még itt nem nagyon, mert még ölök, amit tudok, aztán akkor annyi. Aztán majd ránézek a Questire. Szóval igazából mondom, igen, tehát sajnos nekem is megnéztem, hogy most mennyibe kerülne egy olyan konfig, amivel már viszonylag tényleg értelme lenne bármit is csinálni. Mert ugye itt az van, hogy játékra is használom természetesen, de ugye fontos az, hogy tényleg akkor már szintet lépjek a zeneszerkesztésben is, és emellett a ugye grafika, meg videóvágás, meg ilyesmi. Tehát éppen ez tényleg egy nagyon erős gép kéne. Ugye ami most van, ez egy hatodik generációs i7, ami a maga korában nagyon szép erős volt, meg minden. Ja, igen. Aha, full az inventórium. Akkor jó, először akkor adjunk el dolgokat. Szóval tehát ez egy hatodik generációs i7, 16 gigs, viszonylag erős, tök jó RAM, de hát na tessék, mert leugrom, hülye. És hát a videokártya sajnos egy elég gyenguska állat, ugyanis az egy AMD Procis, Asus valami RX390X, vagy én nem is tudom, mi a túró az. És hát éppen ezért valami ilyesmi kéne, ami ugye erős proci, ami mondom, tökre nem döntöttem el, hogy Intel vagy AMD. És akkor mellé hát ugye valami erős videókari,
Ez nem kell. Ez is kell, igen, jó. Rakottam egy kicsit. Itt ez nem kell. Reparálj. Megnézem viszont, hogy food and drink, az most még úgy, ahogy van. Ha te weapon smith vagy, igaz? Meg armold, meg... Jó, na nézzük. Feel free to browse. Na, most mi van nekem? Most van ez a szar, ami kétkezes és 3-5 damage-et tud, 1-4 second. Hát ez azért mondjuk még mindig egy fokkal jobb, tehát akkor vegyük meg ezt. Jó, örülök. És ezt meg eladjuk a francba. Oké. Good luck, friend. Nálad mi van? Leather armor. Izém nincs, ugye még csizmám, az nincs, az mindenképpen kéne most. Most még minden szart megveszek. Zeneszerkesztőben az a legnagyobb gond, hogy egy idő után, hogyha azért ilyen sok sávot egymás mellé pakolok, akkor elkezd akadni. Tehát az azért már sok neki. Most azt még terveztem egyébként. Tényleg azt akartam is mondani, hogy valószínűleg jövő héten egy egész hétig nem lesz stream. Tehát magyarul ugye a vasárnapi az majd meg lesz, akkor ugye úgyis leütjük a licitet és megy az árva cicáknak a pénz. Utána viszont a következő vasárnapig nem lesz stream, ugyanis azt fogom csinálni, egyszerűen nagyon-nagyon régóta nem telepítettem újra mindent, meg szerintem gyakorlatilag a gépemben egy teljes, hogy hívják, tehát ami a gépemben így leülepedett ilyen porcica meg minden, abból egy subát lehetne csinálni, szoktam egyébként takarítani, de most teljesen szét akarom szedni, és újra összerakni, hogy tényleg a legkisebb zúgban is kipucolhassam, és nagyon gondolkoztam azon, ebbe az alaplapba már pont lehet M2-es SSD-t rakni, és ugye most is, tehát az alap, amiről a rendszer fut, az egy viszonylag kicsi, tehát egy 256-os Samsung, ilyen Evo 850 vagy valami ilyesmi, és ugye azt akarom csinálni, hogy azt kicserélni egy terás izére, M2 SSD-re, ami egyrészt ugye abban segít, hogy a legfontosabb progikat nem kell a rendszerlemez helyett a D-re pakolni, meg másrészt mégiscsak SSD, tehát hogy is M2 SSD az mondjuk alapból egy olyan 5-6-szor gyorsabb, mint... Na, azt mondja, közben azért vásárolni is kell, és igen, tudom, hogy majd tanulok is, meg dolgok, meg ilyesmi. Szóval hű, de nagyon jó lesz a minden. Jó, ezt eladjuk. Bizony a BZ óvozik, ilyen dolgok történnek, teljesen hihetetlen ez. Jó, fölöltözünk már rendesen. Jó, ez mi? Ez 4 armoros. Ez 21, nagyon jó. Fölöltözünk, hogy többet tudjunk ütni, és minket is többet tudjanak ütni. Ez 33 armor, eznek 30, jó, tőlem akkor ez még maradhat, és ez a szírszar, ez kb, nem, ez 15 armoros. Jó, akkor ezt is vedd meg, ezt is kicseréljük, úgyni, puty, eladtuk, jó van, és akkor fölmegyünk tanulni. Jan, most egy picit megint ütlegelnünk kell, mert összvisz 45 darab rezünk van. Na jó, várjál, lehet, hogy annyit fogok pofátlanul csinálni. Itt van valahol, ezért vajon postaláda? Vagy az csak kint van valahol a városba? Jó van, Kincső, jó játékot! És see you nem sokára. Jó, azt leadjuk. Oké. Jó. Igen, azt csinálom most, hogy gyorsan leadok mindent, aztán adjanak érte pénzet.
Na. El vagyok. Na, melyikre várt legyen? Azt mondja, hogy az 5 armor az nem kell, és ez 19 armor, ez meg 19. Tök mindegy, melyik kerül többbe, azt mondja, hogy ez olyan mindegy, jó, adjál ilyet. Del Nadris. Kapitány Ani? Ki ez a kapitány Ani? Én mindenről le vagyok maradva. Felmos. Itt felmostam. Na. Nézzük. Azt mondja, gatya 29, ez is 29, leszarjuk. Winy Gloves, oké, okay. 6 armor, ez meg 21, akkor azt is lesz ő. Jó, akkor adjál olyat, ami a legtöbbbe kerül. Azt miért nem látom, hogy itt, mert csak az... Ja, ott látom a vendor price-t, igen, 13, 11, 0, 5, jó, add ide ezt, jó. Oké. Okay. Akkor még egy kicsit itt csapkodnom kell dolgokat, mert hogy nincs elég pénzem izére, képességokra. Na. Hogy akkor fölmegyek tényleg még ott azokat a paukokat üzeje paukolni. Szia, tudom, kell neked csinálnod dolgot, majd jövök. Hello, blülülü. Bassz, hogy normális vagyok tényleg. Oh, wait. 20-as, 40-es évek ünnepelt énekes táncosa. Simán nem ismertem a hölgyet, pedig egyébként nagyon-nagyon szeretem azt a korszakot, és például egy csomó olyan filmet szoktunk nézni. Ja, tényleg ott fönt valahol van egy ilyen quest vége. Oda is el kellene menni. Szóval csomó ilyen, direkt ilyen régi filmet szoktunk nézni viccával, amikben talán biztos, talán még láttam is az illetőt. Írtak egy balladát? Vagy egy jobb Skodát? Bugáj. Oké. Okay. Aha, ja, itt ül a csávó, igen, és annál kell itt valamit csinálni. Korádi miatt nem tudott érvényesülni. Korádi Kankalin. Ha persze, tessék. Na, 9 armor, és ez kerül 0,9-be, vagy 0,14, akkor ezt ad ide, majd eladom. Jól van, örülök. Szia, Beth! 1800 éve. Remélem, jól vagy, meg dolgok. Ne rezisztálj itt nekem, amíg én hozzád beszélek. Miss. Ezek szerint még nem férjezett. Megerőszakolt egy nagy pók. Fáj a derekam, hogy fasz a minden. A helyzet az, hogy pont kb. 10 percem ott, hogy valaki iszonyatosan masszírozza meg a derekam, meg a hátam. Mert szét van esve, mint a disznó. És nem jó az. Komolyan, vettem mindenből jobbat, erősebbet, meg minden, és lenyomott ez a pók. Mint a vaka. Poharat. Hát nem olyan minden szép, mert hát ugye karantén van, meg meg dolgok, és azért nem, tehát így fú, már nagyon kezd szétesni a szervezetem attól, hogy ilyen, hogy mondják ezt, hogy ilyen, tehát úgy hiányoznak a dolgok az életből, tudod, na, de most már csak lesz valami. Majd úgyis kell mennem Budapestre 19
9-20-án, mert lesz újabb koncertfelvétel, 38-on, ezúttal a Wall of Sleep-en. És talán maga az utazás az egy picit jó lett. Igen, hát mi bezzeg nyitunk. Ettől hülyét kapok, és nem is akarom fölidegesíteni magam ezen. Én is csak azért merek elindulni, mert az antitest teszt szerint nem csak nekem van antitestem, mint ez látszik, hanem ugye a novemberi korona fertőzés okán még tele vagyok antitesttel, és éppen ezért még védettnek számítok. Akusztikba vagy nem? Nem akusztikba, ez zúzda lesz. Ez kőkemény zúzda lesz. Nem érgezzé engemet? Nem érgezzé? Köcsög. Na. Szépen várjad meg, míg megöllek, adod a cuccodat, aztán akkor az. Ez komolyan így visszaüt, basszus, normális. Ah, és tényleg basszus, tehát nem jó a hátam meg a derekam, nem. Pedig ez egy csodálatos gamerszék, de hát azért akkor is. Ebbe töltöm az életem, nem tudom, nagyon sokad részét, és ez se sokat segít. Pedig most már 3 hete járok futni reggel, de azért egyébként az se a legjobb, mert hát azért lássuk be. Lóbalzsam? És melyik lóbalzsam? Mert ugye az van, hogy van ugye ez a hűtős lóbalzsam, meg a melegítős lóbalzsam. És sose tudtam, hogy melyik mire jó. Ló mindegyik. Hoppá, hoppá, itt az 5-ös szintű bézé, hoppá! Illetve, bocsánat, az 5-ös szintű fules kabagói. De jó vagyok. Sose voltam még ennyire jó. Na, csapjad szét. A hűtőset hűteni, a fűtősetnek fűteni kell használni? Köszönöm szépen. Mentolost használom, nagyon jó az izületi meg izompanaszokra is. Na hát akkor úgy kimegyek mindjárt a sarokra, egyébként is kell mennem majd vásárolni. És akkor egy kis pferde balzsamot, hogy ne legyek pferde hajlamú. Azt nagy erőkkel bevásárolok a szervezetemben. Tudom, nem megenni kell, hanem rákenni. Mit rákentek a századosok? Ez mennyire durva pornó alapszöveg! Mit rákentek a századosok? Fúj! Na, már csak ilyen Venom srácokat kell össze. Vágy fűti a műtősnőt, a műtőt a fűtő. Igen. Ja, a melegítős a kapszaicin van és a vérkeringést. A vérkeringésemmel alapvetően úgy tudom, hogy nincs túlzottan nagy probléma. De akkor ezt a mentolosat, az meg ugye a hűtős. Na, akkor ilyet fogok venni. Júj, de jó! Júj, de jó! Köszönöm szépen a tippet! Nagy-nagy-nagy erőkkel meg fogom vásárolni mindjárt. Itt szerencsére pont a sarkon van a patika. Az Antonius apotéke. És akkor ott azt mondom, hogy kalt, vagy kaltesz, mit tudom, ilyen ferde balzsam fogják érteni. Hát én is remélem, hogy használni fog, mert úgy érzem magam basszus, mint egy nagyon-nagyon-nagyon régóta halott Gandalf. Na, most már az utolsó 2 Venom srácot adjátok ide, Venom srácok. Aztán megyek mindent beváltani. Patika zseniális sorozat volt. Az durva, hogy én never ever heard of Patika sorozat? Mikor volt az? Mert hogyha az elmúlt 5 évben, akkor ugye eleve azért nem láttam, de hát nekem nagyon-nagyon régóta... Tudom, ez ilyen hipster dolog, hogy nincs tévém, és azon a tévén, ami nincs, azon is csak a Spektrumot nézem. Köszönöm be. Azért is mi, hogy már nem néztem a Patikát? Meg fogom nézni, csak nem jutott el hozzám, nem tehetek róla. Na, viszont most megvan az összes Venom srácom. 94-es sorozat, rá fog keresni. Most kifele is meg kell zúznom ezeket, hát rohadjanak meg. Miért jönnek ezek ilyen gyorsan vissza? Szépen maradjanak halva. Nem kitagadni kell, hanem szépen nevelgetni engem a világ dolgaira, amiket kihagytam a
félremetességem miatt. Koltai Pogányi, Vándori vagy Udó Péter, Somló Tamás, Tolgoci, Bárdi György, Balázs Péter. Isten, Bárdi Györgyet mennyire szerettem. Királyfi vagyok. Királyfi Jenő. Én is, figyelj, én is ölök, látod, gyorsan respawnolnak, én meg ölök. Annak idején volt egy Humorzsák című ilyen sorozat a tévében, még nagyon gyerekkoromban, amiben kb. Ilyen angol, miten Benny Hillekből összelopkodott üzek voltak, ilyen sketchek voltak. Jó, van, gyere ide. És amikor először olvastam az Egri csillagokat, akkor a Humorzsákot is mindig Humorzsáknak hívtam. Jézus, sokat szívott áronapos vízpontán miatt. Kicsoda? Tököm, tele van a vallással! Egyszer úgyis ki fogom adni a Religion is Cancer című félkézdalomat, és akkor még többen fognak utálni. Religion is cancer, religion is a lie. Die, valami. Team Jézi? Nem, nem, nem. A vallás rossz. Haóta is volt, mint dörmögő Demeter. Haóták voltak a legjobbak. Meg hát ugye a kockás értelemszerűen. És ugye a Haótában értelemszerűen a 10-es Haótában a Dilly Bill képregény nincs annál jobb. Ahogy mondott, kis barátom. Na, és ez egy fokkal jobb, mint ami most van, igaz? Vagy legyen one hand, és akkor Christopher Hitchens God is not great könyvét. Igen. Number one dollár egy vidám vasárnapon, ja. Dilibő volt a város észak-kelet, délnyugati részén, igen! Igen. Csak PDF-ben vannak bibibi. Ardna. Ardna. A kockások megvannak nekem is, azok ilyen JPG sorozatként, viszont a hohoták nincsenek meg. Ha érted, mire gondolok. Jó, és mi kell? Webwood egg oda, jó. És ezt hol szerzek? Ja, azt gondolom legbelül annál a ronda nagy póknál. Na, először akkor is most eladogatok mindent is, és szerzek képességeket, mert képességek nélkül nem vagyok semmire képes. Ugye? Ja. Ludas Matyi, ó Istenem! Ludas Matyiban a Tücsök és Bogár sorozatot imádtam, amiben ugye ilyen sajtóhibák voltak felsorolva. És... Ja, akkor ez az, ami az új, igaz? Akkor ezt nem adom el. És imádtam ott a sajtóhibák között böngészni. Az zseniális volt. Meg hát persze mindenféle karikatúrák is, igen. A szeszélyes évszakokban ugye ugyanaz a Peter Dipál volt, aki ugye a Ludas Matyinak volt, ha jól tudom, a főszerkesztője, és ugye azért ő csinált azt a rovatot ott. Igen, Peter Dipál, így van. Jó, na. Akkor most van 2,63 ezüstöm. Akkor azért mondjuk most lehetne dolgokat vásárolni képességileg. Jó, az uborka... Az uborka az nagyon durva volt. Tehát ugye ezt is valami külföldi példából szedték le. És eleve ilyen iszonyatosan weird maszkok voltak. Borzalmasan weirdek voltak. És közben meg ez a mikroszkóp színpados ilyen anti-humor.
Jó, az... Viszont volt a Superbola, meg a Parabola, Árkus József, aki egy, szintén egy ilyen iszonyatosan ilyen tenyérbe mászó arc volt, viszont néha voltak cicis nénik a műsorban, és akkor én a kis bimbózó szexualitásommal nagyon örültem, amikor két ilyen nagyon fáradt mikroszkóp színpados poén között szintén valami külföldi műsorból elopott cicis nénik ott voltak, és ilyen meg el az ész gesztivel, az nekem már kimaradt. Az bármi is volt, az nem tudom mi. Na, ez megégeti őket, ez meg híleli őket. Hát akkor értelemszerűen először az kell, ami éget. Ezek meg hatos szintűek, jó. Na, és melyik volt a... Igen, ez volt az. Na, ezt ide kihúzom, így. És az én hílelőseket elteszem ide, mert ez... Rohadtul nem akarok én senkit hílelni, hát minek? Ezért büdös bunkoljok, nem hílelek senkit. Say no to Gesty. A jazz meg az nagyon jó volt. Bocsánat, a jazz meg azt én nagyon szerettem. Nem feltétlenül a Gesty miatt, de hát lássuk be. Na, akkor itt van még egy, megint a pókok végén, amire el kéne menni. Vagy szarjak az egész... Nem, megcsináljuk még azt fönt. Repülők is megy fejből. A repülők az nekem egy kicsit ilyen, megint csak ilyen művidám volt. Szóval valahogy ez nekem annyira nem volt bejövős. Viszont a jazz meg azt tényleg, tehát egyrészt szerintem zseniális volt a zene, ugye a D-s miatt, aki ugye, ha lehangolódik, akkor C-s László. Bence Martin, köszönöm a követést. Meg hát ugye a három énekesnő teljesen zseniális volt, és közülük az egyik egyébként tanított is fuvolázni, nem úgy, hanem tényleg. És szerintem az első jazz meg az lemez, az hibátlan. Mark of the Wild egy erős buff, érdemes folyamatosan fönntartani. És az várjál, az... ja, aha. Jó. Ja, és ez 30 percig van fönt. Várjál, ott... én azt hiszem, hogy csináltam, melyik volt az interface options-ben volt, azt hiszem. Az action bars, igen, és nem ez, vagy ez kellett. De azt hiszem, hogy ez kellett. Igen. És az ilyen buffolós szarokat azt én ide raktam mindig föl, ha jól emlékszem. Fúvós hangszert vételeztem-e már? Egy fuvolát annak idején, bár jó, igazság szerint azt kaptam, hogy az őszintét bevalljam, és szegény nagyon ramaty állapotban van, mert nagyon régóta nem használtam. És szegénykémnek a ugye a kis billentyűi, ahol így ráfognak a lyukakra. Ott ugye a, hát az hivatalosan egyébként az halbőr, de gyanítom, hogy az enyém a műanyag van, és azok már eléggé begyengültek. Itt egy másik izé. Ról mentem másnap is, maradni nem képes. A muzsik a látszat is, hogy élni mégis érdemes. Kifejezetten szerettem a... egyébként volt egy-két olyan rím, amit nagyon-nagyon szerettem, meg ilyen szókép. Tehát ez a... várjál, hogy... De kelni kell, kanyarog a kifli a vaj alatt, enni kell, tej a tűzhelyen, menni kell, lenni kell. Ez szerintem önmagában egy nagyon szépen összerakott ilyen szóképsor volt. Segítek már neki, legyen boldog. Tessék, megnyomtam neked itten, örüljé. Na,
Csapd le. Gesztinélen azt az egyet látom, ami nekem is tud bajom lenni, és éppen azért erre igenis oda kell figyelnem, hogy hogy tudni kell, hogy hol a határ. Tehát néha ő is túlzásba vitte ezt a dolgot, és amikor tudod, 87. szóvic vagy ilyen kínrém jött ki, az nekem sok. Bár mindegyik zseniális, csak egyszerűen tudod, így azt éreztem, hogy ez egyben sok. És éppen ezért a kevesebb több, ugye. De ugye, amikor ebben a csodálatos X-Faktor című képződményben részt vettem, akkor ugye ő volt úgymond a mentorom. És mint kiderült, ő így járkált nekem koncertjeimre, meg ilyesmi, tehát én tökéletesen tudta, hogy ki vagyok. És nagyon-nagyon jókat beszélgettünk, és nagyon, nagyon értelmesen, nagyon jól látta egyébként, hogy mi az, amire nekem szükségem van. Például ő mondta azt, hogy tehát ő tovább juttathatna ugyan, de ő úgy érzi, hogy az nekem kevésbé lesz jó, mintha inkább ilyen glorious módon azt mondja, hogy ennél többet nem kell nekem már úgymond tanítani, és akkor inkább adjuk meg a lehetőséget a fiataloknak, mert hogy ugye egyébként jött volna az, hogy azért, hogy jaj, nem, de hogy megyek oda föl? Hogy megyek oda föl, gyerekek? Valahogy... Ja, ott nem tudok átugrani, mi? Nem. Mert hogy itt kellene nekem valamilyen Venom shots, vagy mi az anyám kínja. De ahhoz nekem... Aha, talán ott, igen. Jó. És szia, Bokri! Nézem a minimapot, igen. Nézem a minimap. Lá. Ja, hülye. Spell közben el akarjak rohangászni. Hivatalosan az van, hogy nem nagyon mesélhetek kulisszatitkokat, mert ezt az egyet nekem alá kellett írnom. De annyit elmondhatok, hogy azoknak, akik komolyan vették, hogy mindenki ebből lesz sztár, vagy ez alapján lesz sztár, azoknak nagy szívás egy ilyen műsor, mert olyan dolgokat kell aláírniuk, ami iszonyatosan röghöz köti őket, és ráadásul eléggé durván van mindenki kezelve, de ez egyfajta olyan pszichológiai extra, ami hát azért van, mert tehát szint pontosan azért van, hogy a versenyzőket egy kicsit így megijessze, vagy nem is tudom. Ezzel megpróbálok össze akármiződni. Invite, ez az. Ez az. Mert akkor együtt ki tudjuk nyírni ezt a szart. Yeah. És ebből 5-öt kell összeszednem. Ja, és ezzel most akkor azt föl is szedtem. Jó, hát ez nagyszerű. Na. Hogy kellett. Ja, nem is, még nem goodbye-alom meg, mert végül is ez nem baj, hogyha
Együtt egyszerre kiérünk innen. Szia, Don Walter! Yeah. Na, orba verjük szépen. Ez az jó van. Ez az. Pedig, úgy vagyok, hogy jól vagyok, és beleragadt a fejembe, kösz. Nem szeretek fóvozás közben zenét? Nem, én szeretek benne lenni a hangulatában. Én mindig is tehát játékot mindig a játék feelingjéért csináltam. És éppen ezért az, hogy most csak ilyen kis ambientbe itt szól mögötte. Igenis, hidratálok már is csak itt. Ja, már tulajdonképpen az itt üti magától. Igenis. Igen, ezt ki is öntöm a maradékot. Nem szeretem a túl buborékos. Mert akkor csak a Buffy jön meg a puki. Oké, na. Szóval azért lassan majd abba hagyom. Elmegyek szerintem ott a következő területig. És... Szóval vagyom, mert el kell mennem vásárolni. Tehetségkutatókról volt szó. Figyelj, az van, hogy erről azért tudok, tehát ezt el tudom mondani. Ez ugye úgy nézett ki, azt hiszem én 2013-ban voltam az X-Faktorban, és igazából én ugye eleve nem győzni mentem, teljesen egyértelmű volt, hogy ezzel a fizimiskával, ezzel a mit tudom én, az egész rock'n'roll dologgal én ugye kevéssé, tehát kevéssé van esélyem bármennyire is vinni. Viszont ezt én egy ilyen self-marketingnek szántam, mert azt mondtam, hogy ha meg tudom azt csinálni, hogy hogy napi, mit tudom én, 1,5-2 millió tévénézőnek megmutatom, hogy van ez a BZ, és néhol elmondom azt, hogy vannak nekem ilyen és ilyen zenekaraim, akkor az igenis egy marketing win, és éppen ezért direkt az volt a célom, hogy olyan zenéket válasszak, ami belefér ugye egy ilyen tehetségkutatónak a oké, Edem, szia! Szóval, hogy ami belefér egy ilyen tehetségkutatónak a keretei közé, tehát értelemszerűen kevésre lehet itt mondjuk Slayert játszani, de... Ó, ezt fővesszük, jó van. De például ugye ott volt akkor éppen a Vendigo nevű zenekaromnak a... Egy feldolgozása, ugye a Madonna féle Frozennek a feldolgozása, ami egyébként is úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, és mindenképpen azt mondtam, hogy én szeretném ezt, tehát szeretném ezzel, hogy mondjam, meglepni mind a zsűrit, vagy mi van ott, mentorokat, meg a tévénézőket. És ez sikerült is, mégse ide kell jönnöm, mindegy. Nem ide kellett jönnöm, jó. Szóval ez sikerült is, és nagyon-nagyon sokan találtak meg akkoriban emiatt a Frozen feldolgozás miatt, és tényleg ez olyan volt, hogy ugye tulajdonképpen ez popzene. És
és ez egy olyan popzene, amit akkoriban ugye főleg mindenki ismert. Közben itt eladom a dolgokat, ami nem kell. És közben meg mégis hára hangol, zúzda, gitár és metal, és ugye egyáltalán. És éppen ezért úgy voltam vele, hogy ez a legjobb esély arra, hogy bármilyen szinten is 2 millió embernek hára hangol, zúzda, metalt énekeljek. És éppen ezért az történt, hogy ugye odaadták az elején nekem is ezt a szerződést, de hát ugye, hogyha egy 16 éves kiskölyöknek azt mondják, hogy tessék, itt van a szerződés, és start csinálunk belőled, akkor el se olvassa és aláírja. Viszont én meg ugye visszakérdeztem csípőből, hogy ez a szerződés, ez úgy szerződés-e, mint bármilyen szinten az üzleti világban, tehát magyarul, amit ők odaadtak, az egy szerződés tervezet, amit én ebből elfogadok, és nem húzok ki, és úgy aláírom, és ők ezt elfogadják, akkor a végén az a szerződés. És mondták, hogy hát tulajdonképpen igen, csak ezt értelemszerűen nem reklámozzák a kiskölyköknek, és éppen ezért egy ilyen nagyon sok oldalas szerződés volt, amiből a vége, hát én megkérdeztem tőlük, hogy mi az, aminek feltétlenül benne kell maradnia, és azt hiszem 3 olyan dolog volt, ami végül benne maradt, az egyik az az, hogy ha tovább jutok, és ugye a nem, hol van akkor a izé, akinek le kell adni ezt? Fuck, megtetején. Szóval, hogy ha tovább jutok, akkor ugye az van, hogy nekem az adásokon időben meg kell jelennem, meg a, itt tudom, ilyen-olyan házban, meg a nem tudom mi a fene. És jó, oké. Majd valami viált meg kell tölteni, örülök. Aztán volt egy olyan, hogy a médiában nem mondhatok úgymond rosszat a műsorról. Ez egy teljesen érthető dolog, tehát igazából azt mondtam, hogy ezt alá tudom írni. Tehát minden, ami ott szivatás, meg ilyesmi, az végül is, tehát én tökéletesen tudtam, hogy az van, és lesz, mert hát egész egyszerűen ez az ára annak, hogy bizonyos műsorrendben elkészüljön meg, hogy egyáltalán. És a harmadik volt az, hogy minden, amit játszom, vagy éneklek a műsorban, annak a jogdíja az a csatornái, viszont éppen ezért azt mondtam, hogy oké, hát ezt tökéletesen meg lehet oldani. Ezt is itt fönt kell megtölteni. Jó, még föl, megtöltem neki, örüljön. Szóval éppen ezért azt mondtam, hogy oké, akkor nem viszek teljesen saját dalt, hanem olyan dalokat viszek, amit úgy alakítok át, hogy abból látszon a saját egyéniség. A válogatón valami Quint énekeltem, az abban még nem volt semmi extra tuváj, és mert úgy gondoltam, hogy ugye a válogatós dolog az, ami tehát ott mindig csak ilyen kis részleteket adnak be az emberről. Én a tényleg ezt az egész Madonna nótát és az átdolgozást azt én ezére gondoltam, hogy ott az durranjon nagyot, azt lássák sokan. És azért azt később énekeltem el. Utána később egy Pink dal volt, de az is teljesen akusztikusra lehúzva, és egy nagyon-nagyon jó kis feldolgozást csináltunk szerintem belőle. És oké, ezt kell itten megtölteni. Igen. Így kell megtölteni, hogy igen, jó, megtöltem. Na és éppen ezért, tehát engem rohadtul nem érdekelt az, hogy akkor most egy Madonna dalnak a jogdíja nem lesz az enyém. Mert hát nem lesz az enyém, na bum. Figyelj, az van, igen, tehát amit írsz, hogy néha a mentor mondja, hogy mutasson sajátot, ezt is értem. Megmondom őszintén, hogy ez egy picit egy olyan dolog, hogy ha valaki egy ilyen tehetségkutatóra megy, ott nem csak az ének tudását, vagy a hangszeres tudását nézik, hanem szerintem igenis ott azt is nézik, hogy valaki van elég tökös ahhoz, hogy ismerje azt, vagy legalábbis fölfogja azt, hogy ez egy ilyen több változós dolog. Tehát amellett, hogy te mondjuk egy jó énekes vagy, tudjad azt is, hogy mi az, ameddig elmehetsz, és mi az, ameddig nem. És simán mondhatod azt, hogy
Sajátot nem fog mutatni, mert szeretném a jogdíjakat magamnak megtartani. Az az átverés, hogy, hogy ezt, tehát erre a 10 éves kisgyerekeket nem készítik föl. Minden esetre mondom, visszatérve erre a jogdíjas dologra, tényleg én úgy voltam vele, hogy, hogy mondom, ezt tökéletesen tudtam, hogy ez, ez szabály. Ez nem is a magyar RTL-nek, és nem a, egyet a magyar tévécsatornának, hanem ez konkrétan, ugye ezek licenc műsorok, tehát ezt valahol ugye kitalálták egyszer, aztán az X-Faktor az, az egy holland licenc, és akik ott kitalálták, azok így határozták meg, hogy ez így működik. Oké. Okay. Jó, most már mehetek, most már itt nincs semmi más dolgom, fasza. Szia, General Rohanik! Szóval mondom, teljesen megértem azokat, akiknek ellenérzései vannak, de mondom, én úgy voltam vele, hogy én csak profitáltam ebből az egészből, és végig azt is mutattam, hogy én itt nem azért jövök, hogy majd utána, amikor az élő adásban, mit tudom én, Fluor Tomi tematikus nap van, akkor táncbetétet tanuljak meg, vagy nem tudom. Az engem nem érdekel, engem az érdekel, hogy saját hangvételű dolgokat el tudjak énekelni abban a műsorban, és sokan lássák és megismerjenek. Ez aztán megtörtént. Az is munkás volt, amikor a hölgy próbált rábeszélni a jelentkezésre, próbált a társadalmat minden csillagos megbülögtetni, hogy a műsor valójában a tehetséget kutatja. Amikor kérdeztem, hogy akkor hogy kerül adásba sok hülye, ha ők valóban a tehetségeket szűrik, mondjuk kielakadt a hölgy, én tudom, hogy ott mi miről szól, éreztem, hogy át akarnak vágni. Na most az van, hogy egyébként azok, akik ezek az ilyen tehát akik így fölhívogatják az embereket és megpróbálják behúzni, ezek meg gyakornokok. Tehát ezektől nem szabad sokat várni. Ott van x darab gyakornok, akinek kiadják, hogy figyelj, nézzed körül az internetet, és hogyha találsz olyan embereket, akiknél egy picit is azt látod, hogy kapcsolatba hozhatók az énekléssel, vagy bármi ilyesmi, akár azért, mert jók, akár azért, mert szarok, de nagy önbizalmuk van, azokat hívd föl. És éppen ezért ezek, tehát majdnem, hogy azt mondom, hogy akik fölhívják az embereket és megpróbálják őket behúzni, azok legalább annyira legalább annyira kezdők, mint amennyire azok kezdők, akik aztán elmennek és tizen pár évesen azt hiszik, hogy sztárok lesznek. De ez egy érdekes, tényleg nagyon érdekes dolog. Én továbbra is azt mondanám, hogy az ilyen tehetségkutatókra igenis úgy kéne jelentkezni mindenkinek, hogy merre megyek? Igen, arra megyek. Szóval, hogy aki egy kicsit is fiatal ehhez a dologhoz, az bizony kérjen előtte tanácsot felnőttebbektől, beszélje át, hogy ebben milyen buktatók lehetnek, és nem azt mondom, hogy ne menjen, mert tök jó, tehát ha jól használod, akkor lehetőség, és még egy magamfajta vénfaszinak is lehetőség volt. Pontosan arra, amire használtam. Csak ezt igenis az ember tudja előre. Egyébként szerintem elő tudom neked keresni bele dumálás nélkül a felvételt. Mármint, tehát természetesen, mert ezt fölvettük ugye úgy ezt a dalt, hogy ezt a stúdióban is fölénekeltem. Szóval szerintem ezt én meg tudom neked valahol keresni. És aztán akkor még az is lehet, hogy fölrakom valahova. Hello, be with you. Hello. Farewell. Farewell. Kivel jöttél? Farewell. Nem a tehetségeket keresik, hanem az eladható embereknek, vagy eladható sztorikat. Így van. Nem sztori, hogy 9 évet járt a énektanára, tudszak majd mit felmutatni. Igen, nálam annyi volt a sztori, hogy is mondjam, én egy olyan csávó voltam, aki metal, és hosszú haj, és mit tudom én, aki egy határozatlan ideig, mit tudom én, lehet érdekes egy olyan közösségnek, vagy közönségnek, akik nem ilyen zenéket hallgatnak, és nem ilyen emberekkel tartanak össze, és például direkt azért nyilatkoztattak többször, és mit tudom én, beszélgettettek meg minden, hogy ugye meglegyen az az eladható anomália, hogy ja,
Hát ugye a rockerek, akikről mindenki azt gondolja, hogy sátán imádó bunkók, de hát mégsem azok. Én meg ennek kifejezetten örültem, mert szeretem ezeket a sztereotípiákat döntögetni. Szóval megint csak azt mondom, hogy ez tulajdonképpen egy teljesen pozitív dolog volt. Pontosan ezért nem vitt tovább, igen, tehát ezt most csak így mondom magunk között. Ez alapvetően úgy nézett ki, hogy ott a mentorházas őrület végén gyakorlatilag odajött és személyesen beszélgettünk, akkor mondta el, hogy ő tulajdonképpen tisztában van vele, hogy ki vagyok, és azt meglátja, hogy hát ez nekem azért már teljesen nem az a szint, amit csinálnom kéne. Éppen ezért hát konkrétan elhangzott az, hogy ő tovább vihetne, hogyha én ezt akarnám, de őszintén ő nem javasolja. Madonna Frozen feldolgozásnál mindjárt bepakolom a linkjét. Az nincs fönt izén. Ja, revárt kell nekem. Szóval az nincs fönt YouTube-on, mert na még ezt fölveszem, aztán akkor megkeresem. Az Vimeo-n van fönt, ugyanis YouTube-on konkrétan az RTL azonnal letiltaná. Még nem is azért, mert büdös bunkók, hanem azért, mert van egy olyan botjuk, ami automatikusan tilt. De én azt mondom, hogy akkor ezt most szerintem én ide bemegyek. Nem, egyébként is mennem kéne, mert tényleg akarok menni vásárolni meg dolgok. De szépen én ide le fogok ülni. Ide. Shit. Köszönöm szépen. És akkor nyomok egy exit gámát. Igen, a SoundCloudon is megvan, viszont én szeretném megmutatni akkor már nektek a cuccost. Azt mondja, hogy és akkor legfeljebb itt a végét majd Dobisan levágja, amikor rakja föl a, hogy hívják rá, a YouTube-ra.